Mi a szó? Köszönöm ülés, a szót. Az ülés vezetését pedig átadom mögöttem vágakozó Jakab. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt miniszter úr. Általában a szabadkereskedelmi egyezmények sok sebből vérzenek. Sokszor a szigorúbb környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági szabályok esnek áldozatául, vagyis az egészségünk és az élhető környezet. Úgy tűnt, hogy az USA-EU szabadkereskedelmi egyezmény lekerült a napirendről, de lehet, hogy mégsem. Az unió kereskedelmi biztosa legutóbbi kijelentései komoly aggodalomra adnak okot. Arra az amerikai követelésre reagált, mely szerint lazítani kellene az élelmiszerek szermaradványaira, a baromfihús vegyi anyagos kezelésére, ez a klórozott csirke, és a génmódosított élelmiszerekre vonatkozó európai szabályozást. Nyilván az amerikai követelés célja az, hogy szabad utat kapjon a génmódosított szermaradványokkal terhelt amerikai élelmiszer és klórozott baromfi hús az európai piacon, cserébe az európai autóipar amerikai vámkedvezményeért. A kereskedelmi biztos kijelentette, hogy megoldásokat keres ezen szigorúbb szabályozási korlátok feloldására. Meggyőződésem szerint, amennyiben a bizottság enged az amerikai követelésnek, akkor nem csinál mást, mint feláldozza az európai polgárok egészségét és környezetét az autóipar oltárán. Amennyiben a magyar kormány komolyan gondolja a magyar emberek egészségét és a klímavédelmi akciótervet, akkor világosan nemet kell mondania erre a szándékra. Miniszter úr, arra szeretnék választ kapni, hogy a magyar kormány hová áll. A szigorúbb európai élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi szabályok, vagy az autóipar érdekei mellé. Várom válaszát. Köszönöm, képviselő asszony. Köszöntöm késő társaimat. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Gulyás Gergely miniszter úrnak. Parancsolj, miniszter úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő asszony. Többszörösen is megnyugtató választ tudok adni képviselő asszony kérdésére, hiszen a magyar kormány mindig is azt képviselte az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések során, hogy az uniós agrárérdekeket kell képviselni bármilyen amerikai vagy akár európai kereskedelmi érdekkel szemben is. Ráadásul mi a magyar alaptörvény talaján állva a génmódosítás tilalmát kötelezőnek tekintjük. Akkor, amikor az alkotmányt elfogadtuk, akkor az egyik fontos változtatás volt az ön által említett területen, hogy a magyar alaptörvény világosan tiltja a génmódosítást, úgyhogy ilyen értelemben ez kétharmados alkotmánymódosító döntés nélkül eleve lehetetlen lenne, hogy egy nemzetközi szerződést Magyarország ratifikáljon. Végül, ami pedig a legfontosabb talán az ön kérdésével kapcsolatosan, hogy jelenleg az Európai Unió és az Egyesült Államok között szabadkereskedelmi tárgyalások nem zajlanak. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, miniszter úr, válaszát, viszont válaszra megadom a szót képviselőasszonynak. Parancsoljon. Szeretném jelezni miniszter úrnak, hogy több mint 100 európai szintű, tehát civil szervezet írt egy közös közleményt ezzel kapcsolatban, amelyben erről ennek adtak, az aggodalmuknak adtak hangot, hogy titkos tárgyalások folyhatnak és folynak ezzel kapcsolatban. Nagyon jól tudjuk azt, hogy általában ezeket a szabadkereskedelmi egyezményeket rendkívül titkosan zárt ajtók mögött tartják meg. Ilyen volt a CETA is, de legutóbb az európai zöldek is tiltakoztak a Dél-Amerika és az Európai Unió közötti szabadkereskedelmi egyezmények titkos volta miatt. Én örülök annak, hogy miniszter úr ezt a választ mondta, hogy a magyar kormány továbbra is kiáll. Szeretném azt mondani, hogy én ezt most nagyon-nagyon vastag betűkkel írtam fel a papírra, és ezt számon fogjuk önöktől kérni. Köszönöm szépen.